Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Ragon Cserita vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvétváró játszóházzal várták a gyerekeket Szekszárdon. Bonyhádra érkezett az Olvas és Írj Anne Frankkal kiállítás, borverseny és pálinka mustra Kisdorogon. A húsvét az egyik legnagyobb keresztény ünnep. A következőkben Fuchs Márta, a Vosinszky-Mór Megyei Múzeum néprajzkutató és múzeológusa enged betekintést az ünnepkörhöz tartozó szokásokba, hagyományokba. A húsvét és a nagyhét számos szokást hordoz magában. Ez az ünnep az, amelyben leginkább összefonódnak az egyházi és világi hagyományok. A húsvéti szokás világ a két nagy egyházi ünnepkör közül, tehát a karácsony mellett a második legnagyobb sátoros ünnepe az egyházunknak, a katolikus egyháznak, a keresztény egyháznak. A húsvéti ünnepkör alapvetően már ugye hanvazó szerdán a 40 napos böjtel is elindul. Ez a 40 napos böj majd húsvét szombaton ér véget, és ennek egy szűkített része maga a nagy hét, a húsvét hét, amit, mint az előbb említettem, tehát a virágvasárnapi barka szenteléssel, virágvasárnapi liturgiával kezdődik. A húsvéti ünnepkör az alapvetően a zsidó hagyományokon alapul, a Pesszáknak az ünnepén alapul, és nagyon sok minden az Ószövetségben áthagyományozódott és áttransformálódott az Ószövetségből, illetve az ószövetségi szimbolikából veszi át a kereszténység is az új szövetségbe ezeket a jelképrendszereket és az ünnepnek a fő csomópontjait. A nagy hét kiemelt három szent napja, a nagy csütörtök, nagy péntek és a nagy szombat, húsvét vasárnap pedig már a feltámadás ünnepe. Mi is történik nagy csütörtökön a liturgiába? Tulajdonképpen ekkor történik az úgynevezett oltárfosztás, ami azt jelentette, hogy mindent az oltárról készülve Krisztus halálára a nagy pénteken, mindent elraknak, tehát a kereszteket, a virágot, a terítőket, az oltári szentségeket, ugye mindent elzárnak. És nagy csütörtökön utoljára történik az átváltoztatás, tehát a Krisztus teste és vére, mikor ugye átalakul, és a maga az átalakulás folyamata nagy csütörtökön van utoljára. Nagy csütörtöki misén elhallgatnak harangok, tehát erre van nagyon sok legenda történet, hogy a harangok Rómába mennek. Innentől kezdve az időnek a múlását, az ige hirdetést, az ige liturgiáknak, tehát az egyházi szertartásoknak az idejét kereplővel, vagy bizonyos nagy zajkeltő, hangkeltő eszközökkel, ládákat, padokat vernek a gyerekek, a felnőttek a templomban, tehát egyfajta ilyen zajkeltéssel mutatják az idő múlását. Az úrvacsora ezen a napon történik meg, tehát Krisztusnak az utolsó vacsorája ekkor történik az apostolokkal, illetve hát a 12 tanítványával. Ha végig gondoljuk az egyházi szertartást, illetve Krisztusnak, Jézusnak ugye az életét, az utolsó vacsorán változtatja ő át a diákoknak, a saját diákjainak, tanítványainak a kenyeret és a bort, így jelenti ki, hogy ez az ő teste, az ő vére, tehát gyakorlatilag ezzel megalakul az oltári szentség, ez az új szövetség megköttetett az emberiség és Krisztus között, tehát innentől számíthatjuk annak az újdonságát, hogy Krisztus, mint a megváltó, a világ bűneit magára vette, és az egész emberiséget megváltja ezektől a bűnöktől. Nagypéntek az egész egyházi liturgia legfájdalmasabb, legszomorúbb napja, maga Krisztus kereszthalálának és sírbatételének az ünnepe. Nagyon fontos elmondani, hogy csonkamisét tartanak. Tehát nincs átváltoztatás a liturgiában, nincs is szentmise, hiszen a szentmise az átváltoztatásról szól, és ezen a napon maga az áldozat az Krisztus. Tehát Krisztus kereszthalála a meglévő ige liturgiának, az egyházi szertartásnak az áldozat, az maga a krisztusi áldozat nagy szombaton. Ezért nevezzük ugye ezt csonka misének, a nagypénteki miséket.
Fontos, hogy ezen a napon nagyon gyakran a Mária síralmak, a különleges imák mellett János evangéliumának a passióját, tehát Krisztus szenvedés történetét mesélik el. Ez az ige hirdetésnek a tulajdonképpen a témája nagypénteken. Ugyancsak ehhez kapcsolódik, ez a gyászhoz kapcsolódik, hogy a fény kialszik, a templomi gyertyákat eloltják, ezzel párhuzamosan nagypénteken eloltják otthon a házakban a tüzeket. Tehát nagypénteken már nem lehet főzni, kenyeret sütni, semmit nem lehet, ugye ez meg már a néphagyományban öröklődik át, ez a szimbolika. Ebből az következik, hogy nagy csütörtökön főznek meg az emberek mindent, illetve nagypéntek, tudjuk, hogy a legszigorúbb böjt, az egyik legszigorúbb böjtje az egyháznak. Mindenki, aki 18 és 60 éves kor között van, és nagyon szigorú böjtöt tart, ezen a napon a középkoron át végig csak sót, kenyeret vettek és vizet vettek magukhoz az emberek. Nyilvánvaló, hogy ebből mindig, tehát voltak kivételek a gyermekeknek, az időseknek, a betegeknek, tehát kivételt képeztek a szabály alól, teljes értékű táplálkozást vehettek magukhoz, illetve az 1950-es évek után mai nap is úgy tartja a szokás, illetve az egyházi liturgia, hogy a háromszori étkezésből egyszer lehet jól lakni. Nagy szombat a várakozás ideje, mondja a szakember. Feltámadásra vár mindenki. Ez a nyugalomnak, a sírban eltöltött időnek az ideje, amit várunk ugye az egyház szerint. Az is fontos elmondani, hogy ez is a zsidó hagyományokból, tehát a nagyon régi Krisztus előtti hagyományokból adódik, hogy maga a nagy szombat, a szombat este a napnyugtáig tart. Tehát az egyházi időszámítás az nem esik egybe a polgári időszámítással, tehát nem 24 órából évféltől évfélig tart, hanem a nagy szombat már nagy péntek estétől napnyugta utántól nagy szombat napnyugtáig tart. Tulajdonképpen nagy szombaton napnyugta után már vasárnapról lehet beszélni. Valójában az újkornak az egyházi liturgiája rakja át a nagy szombati éjszakai szokásokat vasárnapra. Tehát ezt egyébként tisztázandó, azért gondolom, mert hogy a Biblia a szöveget megértsük, hiszen amikor arról beszélünk, hogy Krisztus harmadnapra feltámad, a feltámadás azért vasárnap, azért szombat estére esik, mert az már vasárnaphoz tartozik az egyházi liturgia szerint. Nagyon fontos a körmenet, tehát a húsvéti körmenet, a feltámadási körmenet, amit említettem az előbbi okok miatt, szombat este is tarthatják, illetve vasárnap délelőtt is az újkortól kezdődően vasárnap délelőtt tartották. A húsvéti körmenet. Húsvét vasárnaphoz tartozik többek között az ételszentelés szokása is. Ilyenkor tojást, kenyeret vagy kalácsot, tormát, sonkát és sót vittek az emberek a templomba. A tojás az alapvetően a keresztény hagyományban, ahogy a kis csirke kikel a tojásból, ez megint csak Krisztus feltámadását szimbolizálja a tojás, de alapvetően a tojás, mint szimbólum már a Krisztus előtti, mint 2-3 ezer éves élet és élet szimbolikája van a tojásnak, tehát bármelyik kis-ázsiai időszaktól kezdődően, Krisztus előtti időszaktól kezdődően a tojás az egy nagyon régi szimbolikával bíró termékenység szimbólumot jelentő tárgy tulajdonképpen. A tojásnak a festése is régi, tehát Krisztus előttről való szokásként él. Alapvetően a régi tojások, azok piros színűek voltak, az alapszíne a keresztény egyházban piros, és ennek pedig a Krisztus kiontott vére festi be a tojásokat, tehát ennek egy ilyen fajta jelentőséget és szimbolikát lehet tulajdonítani. A húsvéti ünnepkör vasárnappal, vagyis a feltámadással lezárul. Húsvét hétfőn pedig a világi szokások veszik át a főszerepet, ilyen például a locsolás. Mindenképp egy egészség megóvó
védő, a betegségeket, a gonosz ártó szellemeket, akaratokat távol tartó cselekményről, rituális cselekményről van szó. Nyilvánvaló, hogy ez az évszázadok alatt a lányoknak az elfogása a vájúhoz, a kutak mellett történő oda cipelése és vízzel történő nyakon öntése szokás hagyománya több száz éven át ez megváltozott. A kölninek a szokása azt lehet mondani, hogy a parfümiparnak inkább a két világháború közötti felépülése és elterjedésével kezdett begyűrűzni ebbe a népszokásba, ebbe a néphagyományba egészen a mai napig. A tojás, mint ajándéknak a szokása, illetve a locsolkodásért, azért, hogy mi egészséget kapunk, szépséget kapunk nőként, lányokként, és erre való ajándékozás, ez is egy nagyon régi dolog. Minden a húsvétról és a kultúrkörhöz kapcsolódó díszekről, játékokról, zenékről szólt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban néhány napja. Stábunk természetesen a helyszínen járt. Gyerekzsibajtól volt hangos a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme április első vasárnapján. Az intézmény falai között ugyanis húsvétváró játszóházat tartottak. A gyerekek és szüleik, nagyszüleik rengeteg kézműves programon vehettek részt. Muszit készítünk. Muszi. Zokniból. Muszit. Zokniból muszit csináljunk. Igen, és hogy csinálsz részt itt zokniból? Zoknit. Fölvágjuk itt a fülecskéjénél. A kicsik természetesen a húsvét tipikus díszét, festett tojást is készíthettek. Megpróbálunk valamit ezekből a gyönyörű tojásokból megvalósítani. Most már nagyon közel van a húsvét. Igen. Egy gyakorlatilag otthon már készültek el? Igen, a díszítés már készen van, asztalterítés egyéb, és most még bepotoljuk a hiányzó díszeket. A szervezők az idősebb gyerekekre is gondoltak. Tornyot kell építeni a itt látható barakból, a kártyákon meghatározott sorrendben. Szinte mindenkinek sikerült eddig megépítenie, szóval nagyon univerzális játék. Thank you.
Anne Frank a holokauszt egyik legismertebb gyermekáldozata. Az ő életével ismerkedhetnek az érdeklődők a következő hetekben a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárba érkezett kiállításon keresztül. A fiatal lány fotói és naplóbejegyzései köszönnek vissza a paravánokról, és szólítják meg a majdani látogatókat. A tárlat az Olvas és írj Anne Frankkal címet viseli. Amikor Kedi kinyitotta a szemét, így kezdődik az az írás, amit nem sikerült befejeznie Anne Franknak a holokauszt egyik legismertebb gyermekáldozatának. A fiatalokat olvasásra és alkotásra bátorító kiállítás Bonyhádra érkezett. A fiatal Anne családjával 25 hónapon át bujkált a nácik elől egy titkos rejtek helyen Amsterdam belvárosában. Naplóját, ami 1947-es kiadását követően világhírűvé vált, 13 évesen kezdte írni, és egészen a rejtekhelyük elárulásáig és elhurcolásukig 1944. augusztus 1-jéig tartalmaz bejegyzéseket. Anne nem sokkal 16. születésnapja előtt halt meg a Bergen-Belseni koncentrációs táborban. A borzalmakat családtagjai közül egyedül édesapja Otto Frank élte túl. Neki adta át a lány naplóját az egyik bújtatójuk, aki elhurcolásuk óta őrizte azt. Talán a legnagyobb különlegesség ennek a kiállításnak, hogy nem elsősorban a történelemre koncentrál, hanem Annéra. A 10 évesre, aki olvas, ír, ambíciói vannak, nagy tervei a jövőre nézve, és felfedezi magában a tehetséges írót. Tehát a kiállítás elsősorban az ő korosztályát szólítja meg ezekkel a témákkal, és ezért is fantasztikus, hogy egy könyvtár ad lehetőséget a kiállítás bemutatására. Anne Frank, az író kamaszlány lelkesítő példája, közelebb viszi a gyermekeket az olvasás, az írás szeretetéhez, illetve példaértékűvé válhat a mai fiatalok számára a céltudatossága és a világra való nyitottsága miatt. Ez nem is titkolt célja a kiállításnak, hogy egy kicsit újra felkeltse az érdeklődését a mai korosztálynak a könyvek iránt, és hogy mennyire jó írni, kreatívan gondolkodni, megtalálni azokat a dolgokat, amik a saját érdeklődésünk gyökeri, adják, nem valamilyen másolt dolog. Tehát a könyvtár az szerintem erre egy fantasztikus teret ad, és a kiállításnak nem véletlenül ez a címe, hogy olvas és írj Anne Frankkal. Kiállítás Magyarországon 2014 óta járja az országot, szóval jó pár helyszínen vagyunk már túl, egyébként nem csak könyvtárakba ajánljuk a kiállítást, nem általános iskolákba is nyugodtan. A célközönségünk az 9+, tehát 9 éves gyerekektől egészen a középiskola végéig. Nagyon jók a visszajelzéseink, tehát a középiskolások épp úgy élvezik a nekik szánt csoportfeladatokat, mint a kisebbek. Ezek nagyon sokfélék, vannak egyéni munkát igénylőek, vannak olyanok, amik inkább beszélgetősek, emberi okat érintőek, van, amik kimondottan kreatív írás, például Anne történetei alapján. A tárlathoz munkafüzetekkel is készültek a kiállítás szervezői, amelyen keresztül még jobban megismerhetik a fiatal lány történetét. Két korcsoportnak vannak munkafüzeteink, ezek az önálló munkát segítik, de van egy egyébként Magyarországon egyedileg Magyarországra készített csoportmunka csomagunk is, ami 12+ feladatot tartalmaz, és a helyi pedagógusok, könyvtárosok tudják a saját gyerekcsoportjaiknak ezeket, mint egyfajta menüről leválogatni, hogy kinek mihez van kedve és mihez affinitása. Egyébként nem csak gyerekeknek és iskolába járóknak ajánljuk, hanem felnőtteknek is, mindenkinek szerintem elindít valamit a gondolataiban, vagy felkelti újra az érdeklődését egy adott korszak, vagy akár egy olyan író iránt, akit Anne olvasott. Kevesen tudják például, hogy magyar írótól is olvasott a rejtőzése 25 hónapja alatt, Harsányi Zsolt, aki a 30-as, 40-es években annyira népszerű író volt, hogy szinte azonnal lefordították hollandra, és Anne imádott olvasni. Csak nem 60 könyvet olvasott el a bujkálása idején. Tehát már ezek az érdekességek önmagában szerintem vonzóvá tehetik tulajdonképpen bárki számára a kiállítást, aki ide látogat. A kiállításnak egy nagyon fontos elemét képezi Anne naplóján kívül a meséiből vett idézetek. Talán nem annyira közismert ez a tény, hogy Anne nem csak naplót írt, hanem meséket, esszéket, tündérmeséket, némiképp ilyen önoktató jellegű kis szösszeneteket is, illetve egy fikciós regény írásába is belekezdett, csak ezt nem tudta befejezni. Tehát ezek szintén nagyon fontos gerincét adják a kiállításnak, és ezek szintén elérhetőek magyarul Gera Judit professzorasszonynak a fordításában, Mesék és történetek a hátsó traktusból címen.
Kihirdették a harmadik kisdorogi borverseny és első völgységi pálinka mustra eredményeit. A rendezvénynek az Illés Borház adott otthont. Összesen csaknem 170 bor és pálinka mintát értékelt a bírálóbizottság. A szervezők célja, hogy idővel országos szintűvé nője ki magát az esemény. Először rendezett völgységi pálinka mustrát és immár harmadízban borversenyt Illés Pál. A verseny ötletgazdája azt mondja, szeretné, ha idővel országos szintűvé nőné ki magát a rendezvény. Szeretné olyan fejlesztést véghez vinni a borversenyen, a pálinka versenyen, mely országos szintűvé tudja magát kinőni. Szeretnénk, hogyha egy későbbiek folyamán egy akkreditált verseny tudna fejlődni ez az itt megrendezésre kerülő programsorozat, és így kisdorogot erre a borászati térképen föl tudnak helyezni. A borversenyre számos szekszárdi borászat és természetesen helyi és környékbeli termelők is neveztek. Idén a megméretetésre 98 minta érkezett, ebből megközelítőleg 30 érdemelt ki arany minősítést. Három domináns fajta van, a fehér, rozé, vörös. Egy új kategória lépett itt most be ezen a rendezvényen, az pedig a gyöngyöző kategória. A Plantár Pincének a gyöngyöző tétel az nagyon jól sikerült. A régióban, de szerintem országosan inkább a fehér és a rozé verziók az, amelyek divatosabbá váltak. Én speciál jobban szeretem a vörösborokat. Ha akarok egy jobb bort inni, az biztos, hogy vörösbor lesz és nem fehér rozé, de szívesen elfröccsözök bárkivel, hogyha van egy jó, erre alkalmas fehér vagy rozé tétele. A rozé és a fehérbor esetében a bírálók elsősorban a frissességet, az üdességet keresték. A vörösboroknál pedig egyrészt mindig az egészséges állapot, az egy alapvető szemlélet volt a bírát során. A vörösboroknál mennyire volt benne gyümölcsösség tartalma, az elsődlegeségek, mennyire volt benne a boldog érlésnek a jellemzői, így összessége határoztam a vörösboroknál azt, hogy mennyire piacos, mennyire ízléses és mennyire kedvelt lett ez a tétel. Nagyon kevés olyan évjárat érkezett be, amely régebbinek mondható, dominánsan az új, a friss évjáratok, hiszen rozé esetében versére küldeni csak olyan tételeket illene, ami éven belüli kategória, hiszen a rozénak a fő jellemzője frissesség, ropogosság, gyümölcsösség, üdesség. Ezeknek meg kell lenni a rozéban, mert ha ez a tételek nincsen meg benne, akkor az már nem is érte megfelelő minőség, pozitív minősítést. Mivel reduktív borról van szó, így a fejlődik is ugyanezzel a szempontok valósulnak meg. A reduktív eljárásnak a paraméter szintén ezeket a tulajdonságokat ötvözi magába, tehát legyen gyümölcsös, friss, illatos, ropogos, olyan, aminek lennie kell, és ami egy kicsit fáradtabb, kicsit illatszegényebb, azok mindennek megfelelően lettek alul díjazva, alul bírálva, nem is bírálva, de zsűrizve, inkább így mondanám. Az első alkalommal megrendezett pálinka mustra szakmai támogatója a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesülete volt. Alma termésűek, csonthéjasok, bogyósok, szőlő, törköly és egyéb párlatok kategóriában lehetett nevezni. 68 minta érkezett, mondja a szervező. Ezek nagyjából 30%-ának a bírák szintén odaítélték az aranyat. Különlegesebbnél különlegesebb ízvilágú párlatokat kóstolhatott a zsűri. Technikáknak, a technológiáknak köszönhetően ezekben minden olyan ott van, ami törkőben volt kellene, de mégsem olyan bírós, hogy elhagyom, hogy még a harmadik szomszédban is előre. A törkő kategóriát 100 gramon ultramini törkőn nyerte. Nekem meglepő volt az a fajta kínálat, az a fajta színesség, ami a pálinkákat jellemezte, hiszen ezek a pálinkák olyanokba terültek össze, mint kökény, sárgagaszt, tramini szőlő, talán tramini volt a 100 gáboréknak az egyik legjobb tételük a kategóriai összeslet, de a magyar fajták, hogy a barackokban a kajszi, az teljesen jó szerepelt. Úgyhogy nekem speciál a kajszi, a magyar kajszi egy kedvenc barackpálinkám, de itt mind a bogyós, mind az almaterméseknél szerintem
színes és nagyon jó minősítétek jöttek össze. A bírák pedig mind országos, akreditált bírói jogosítványokkal rendelkeznek. Többüknek volt pálinka szakmérnöki végzettsége, akik nem most, már korábban kezdték ezeket a fajta zsűrizéseket, bírátokat, így gyakorlattal és tapasztalattal rendelkeztek karvonalkozzal, hogy ezt megfelelő lehető legnagyobb objektivitással döntsek el a tételekről, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire nem jó. A díjátadó zárásaként a szervezők svéd asztalos vacsorával kedveskedtek a résztvevőknek, majd zenés mulatság vette kezdetét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!